A vörös lépékben egyrészt az izgatott, hogy vajon Arany János maga is hitte-e azt, a babonás szemléletet, ami a versből árad. És egy elsőre meghökkentő párhuzamnak is utána kellett járnom. Ki, vagy mi a legfőbb kerítő az én generációm számára? Arany János balladájának, Vörös Rebeka asszonyságról szóló legenda, vagyis inkább mondamenda. Viszont annak ugye más a kimenetele. Ott a kínzókat ítélik végül el. Miért változtatta meg a végkimenetelt Arany? Arany, hogyha epikus művet írt, tehát hogyha elbeszélő művet írt, akkor mindig szerette, hogyha van egy olyan kis morzsája legalább a történetnek, amelyet a néphagyomány már, a szóbeliség már szentesített, legyen az legenda, vagy egy adoma, anekdota, valami kis történet morzsa, ezt ő eposzi hitelnek nevezte több helyütt, és aztán ebből tudott elkezdeni építkezni, és megalkotni a maga teljesen eredeti és zseniális elbeszélő műveit. Akkor nem mondhatnánk, hogy ez a hithű református Arany János igazából babonás volt? Hát a keret miatt nem mondhatjuk. Tehát, hogy ezek több rétűek ezek a balladák. Ha a tengeri hántásra gondol, ott is egy keretelbeszélő ágyazza egy józanabb, racionálisabb keretbe azt, ami ott belül történik. És így tovább aztán a többi balladáiban, az ünneprontókban és így tovább. Itt is az első két sor és annak a szerzői megcsillagozása, amely szerepel is a kiadásokban, az jelzi, hogy itt, aki elmondja ezt a történetet, az olyas valaki, aki inkább csak megidézi ezt a babonás világot. De valóban azon belül van egy olyan elbeszélő, aki teljesen átéli, átadja magát ennek az archaikus tudatnak. Azon gondolkodtam, ki lehet a mai utódja Vörös Rébéknek. Ki az, aki ma kapcsolatokat hoz össze és rombol szét? Egyszer csak beugrott. Elképesztően népszerű a barátaim között az egyik társkereső applikáció. Nagyon távoli párhuzam volna feltételezni azt, hogy a Vörös Rébék, mint a vörös tűz, mint a Tinder. Én úgy gondolom, hogy ilyen összekapcsolás is megengedhető, és hogyha egy ilyen olvasatot adunk ennek a versnek, akkor úgy gondolom, hogy gyakorlatilag ugye ez a falusi környezet, az a személy, aki itt összehozta vagy tönkretette a kapcsolatokat, a mai különböző erre képzett alkalmazásoknak az előzménye, a funkcionális előzménye is lehet, hiszen gondoljunk bele, hogy semmi sem jelenik meg ugye a nulláról, mindennek van valamilyen előélete, akkor nem gépek segítségével, hanem emberek segítségével erősítették vagy éppen gyengítették a kapcsolatokat. Az online bullyinggal mennyire vonható párhozamba a Vörös Rébék személye? Amikor tulajdonképpen kapcsolatokat, emberi személyiségeket tesznek tönkre, úgymond névtelenül egy varjú mögül. Én úgy gondolom, hogy ez még egy aktuálisabb párhuzam, ugyanis most számtalan tanulmányt olvastam, ami azzal foglalkozik, hogy az online bullying mennyire káros, és ez az egyetlen, amiről bebizonyították, hogy valakinek az online történő zaklatása az, ami a személyiség fejlődését nagyon negatívan befolyásolja, illetve komoly psziché zavarokat is okozhat. Tehát nem a képernyő előtt töltött idő például, és ma ugyanígy névtelenül történik, tehát a Vörös Rébék történetben is egy madár képében ugye van az illető, az anonim létnek lehet valamennyire a metaforája, és a jelenben is, hogyha szeretnénk egyébként, akkor magunknak egy avatárt választhatnánk, mint annak idején Vörös Rébék volt, és itt is számtalan madár van, tessék dönteni. A babonának, a pletykának, az álhíreknek a terjedése,
nagyon fontos téma, és azért is izgalmas, mert most egy 19. századi világba csöppentünk, ahol a babonák valóban meghatározták az emberek életét, és a tudomány kevésbé volt erős, de ha azt hinnénk, hogy ma, amikor ugye a tudománnyal lépten nyomon találkozunk, az emberek kevésbé babonásak, nem igaz. Gondoljunk csak abba bele, hogy például a videó megosztókon számtalan esetben találkozunk olyan történetekkel, hogy a föld lapos. És rengetegen megosztják és kommentelik, tehát ez a babonasság egyébként, ami aranynál megfigyelhető, ez a jelenben is körbevesz minket. Hogy lehet az, hogy ilyen hihetetlen igény van a fake newsra? Mi az, ami vonza az embereket, hogy olyan első látásra is hihetetlennek mondható dolgokban higgyenek? Akár régen a vörösrébék, akár most. Alapvetően az ismeretlen és a szenzáció az, ami nagyon vonz minket, oda kattintunk, kíváncsiak vagyunk rá, nem tudunk valamit a világról, de félünk tőle, és hogyha ezt megosztjuk, akkor elterjednek az álhírek, és nagyon komoly károkat is képesek okozni. Egyébként a 19. századhoz képest, ahol a szerkesztők gyakran élet és halál urai voltak, ma a közösségi médiában gyakorlatilag megszűnnek a szerkesztők, mi vagyunk azok, akik osztályozzuk a híreket és terjesztjük, tehát nagyon nehéz egy autoritást találni, aki megmondja, hogy mi a valós és mi nem.